hogy. Tehát voltunk 18, meg volt a 16, 17, 18, hol a 19, aha, aha. Te imádsz így járkálni, de úgy néz ki, hogy tényleg neki van fegyvere vagy valamilyen, mert akkor innen konkrétan nem fog tudni kijönni. Bár mondta, hogy szereti a sniper, szóval az ilyen fölcsárzsolós témát, úgyhogy feltételezem, van nála valami. Na, és arra lesz majd a boss, úgyhogy marad hátra egy-kettő pálya. Ugye? Csak ennyi? Ja nem, ott van egy harmadik is, jó van. Jó van, én értem. Most már értem. Hogyha már ennyire így kitértem így a videókészítésre, mármint a pillanatok megörökítésére igazából, most a YouTube-on nemrég fedeztem föl igazából a legutóbbi felvételnél. Ez most egy másik fegyver? What the? Mi ez? Lucio fegyver? LOL! De nagyon nagy darab, és nem tűnik olyan... De... Jó, próbáljuk ki, nézzük meg, hogy milyen. Ezt a fegyvert még életemben nem láttam, de wow. Aha, szóval van ilyen splash damage. Szóval splash damage, úgy tessék érteni, hogyha fölrobban, akkor így a... Amíg benne vannak egy ható távolságon belül, ez így még megsebzi. Várjál már. Oké, király. És most ezt úgy intéztem el, hogy körbe lőttem igazából. És a splash damage az meg elintézte őt hátulról. Aha, te most lehet választani akkor útvonalat. Viszont a lövése az ilyen kis... Elég gáz. De nincs itt semmi titkos dolog. Na jó van, hát akkor egy spec kimehetsz. Holnap után bejöhetsz. Cérnára, cinegére, ugor, cica, azegérre, fuss! Arany középút. Feltételezem az összesbe be kell majd menni, csak hát... Ezt így máshogy nem tudtam. Aha, és a splash damage még intézi ezt is. Aj, de jó! Jaj, de jó, király! Várjál, és hogyha ott leesek, akkor ott nem tudtam volna idejönni, de ez most hova visz? What? Várj! Én most nem láttam ebből konkrétan semmit sem. Tehát, vissza az egész. Nézzük újra, ott van fönn egy tekercs. Hogyha rá tudnék közelíteni, de nem tudom. Tehát, ott egy tekercs. Az hogyan? Gondolom valahonnan el kell lőnöm magamat. Aha, és hát most szépen lassan végig le kéne mennem, mi? Jó van, hát 1, 2, 3, 4, 5 darab jó lövés kéne. Ha nem működik, akkor nem működik. 1, 2, fuck. Ó, már megint ugyanott. És egy életem van. Ajja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 jj
De... Why? Dude. Rip. Oh! Végre, és ott van fönt valami kapcsoló, amit nem értem el. Ú, basszus, srácok, hát három rippet kaptam egymás után, amíg ti távol voltatok, és nem volt az ott távol, csak megvágtam. Jó, annyira össze-vissza van ez a nyomorult pálya, hogy nem tudom, hogy most mit kéne, hogyan csinálnom, de hát basszus kulcs. Ezt így. Amúgy ez a fegyver, ezt én megmondom már most nektek, hogy ez egy kalapszar. Ez abszolút egy fos. És akkor ide jövünk vissza, mi? Aha. És ki tudunk nyitni egy valamit, mi? Aha.
És hogyha most belemegyek ebbe, akkor mit csinál? Vissza ide. Mhm. Mi van akkor, hogyha bekapcsolom azt a switchet? Felejtsük el, egyszer sikerült. Nem akarom többé ellőni az esélyeimet. Hagyjuk a francba. Majd valami másik fegyverre kéne jönni, mert ez... ezzel vagy nagyon jól célzol, vagy hagyatkozol a splash damage-re, de ez... nem. Azok az, hogy a splash damage, ez... nem érzem át, hogy hol van ennek a hatótáva. Na, ez egy picikét... biztonságosabbnak néz ki ez a környék. Hmm. Várjatok. Oké. Okay. Ezt nem érem el. Feltételezem, ez majd mozogni fog. Csak meg ne ijedjünk. Ja, aha. Aha. És ez így megy? Aha, jó, oké, már csak a tekercs kéne, ami hát eléggé lehetetlen pozitúrában volt, tehát nem hiszem, hogy ezt én most fogom megszerezni. Ó, várj. És a lenti halacskát? Mhm. Jó. Így könnyebb. Bocsaver. Úgy, az ég áldjon. Jó. T2-n. Halló. Úgy, egyet, másikat. Akkor nem, akkor az marad. Jó, itt van egy másik kalacska. Karaj. És így mit kéne nekem? Jó, bocsánat. Kicsit nézzünk körbe. Na. Király. Úgy nagyon kreatívan néz ki ez a pálya. Látszódik, hogy azért jó sok... jó ötlet van itt megvalósítva. Csak hát így... egy kicsikét mindfuck a történet. Armored. I take this. Nagyon jó. Oké. Okay. Várjatok. Fel kell dolgoznom, az agyam nem tudja feldolgozni ezt a hatalmas mennyiségű információt, amit forgattok. Ez olyan nekem, mint a Rubik kocka. Ó, édes. Lelkem. Akkor óvatosan vigyázni kell, hogy hova lépünk. Ez már nem viccel. Hogy? Nem... de mégis csak. Jó. Wow. Ezt nevezem. Micsak komplex szisztem van itt, kérem szépen. Úgy. Várjál. Aki vár egy kicsikét. Na, te is vársz, te meg ide jössz. Úgy. Tök furcsa, hogy ez úgy talál el engem, hogy én benne vagyok a saját tintámban. Annak fizikailag nem kéne, hogy eltaláljon. Nagy. Tiszta. Tiszta munka. Mennyi van még? Jó. Ja.
Várjál, ez most miért van lezárva? Ja, van nálam kettő kulcs, mert nem használtam az egyiket. Aha. Aha. Azt hiszem értem. Ez egy fokkal egyensebbnek néz ki. Nekem tetszik. Tök furcsa, hogy, hogy ez szét, hogy könnyebben szét tudja törni a... Egy lövésből töri szét a shieldet. Baszta, baszta. Szóval, hogy azt akarom mondani, hogy pont... Hogy nem tudtam volna ezt elképzelni, hogy a shieldet ez így széttöri. Mert hogy ugye a vödör az egy kicsikét többet tud sebezni. De úgy néz ki, hogy nem. Határozottan úgy néz ki, hogy nem. Akkor egy lövés? Nem. Nem. Akkor azt valahogyan nagyon... Nagyon jól kilőttem. Ne. Tudtam, hogy el akarsz szállni. Ó, oh, hello. Pecsét. Nyomda, vagy nem tudom még mi a franc ennek vannak a neve, de biztos, hogy fáj neki. Mi? Hol kaptam checkpointot? Mit aktiváltam? Ja, aha. De fura. Splash damage. Nem splash damage. Kösz. Splash damage. Mondom splash damage. Akkor... Itt a pecsét is. Minden itt van, aminek nem kell lennie. Bocs. Nem szándékos volt, csak véletlenül volt szándékos. Na, és akkor ezekkel a nyavajásokkal meg mit aktiválunk? Ez itt a kérdés. Ó. Oh. Ó. Oh. Hagyném. Aha. Azon gondolkozok, hogy megpróbáljuk, hogy visszamenjünk így próbálkozni egyet a... azzal a tekercsel. Próba cseresznye. És bátra ki a szerencse. Tehát, hogyha én eljutok odáig, akkor ott nekem biztosságosan le kéne odaérnem. Azt a gombot meg kell nyomnom. Mert hogy zavar engem az, hogy tudom, hogy hol a tekercs, és nem megyek el érte. Egy. Kettő. Ah, nem. Még egy próbát. Még egy próbát. Csak egyet. Aztán ígérem, megyünk tovább. Más igazából több próbát nem is engedtetek meg magamnak. Mert utána már meghalok. Megint rip lesz. Oh fuck me. Komolyan. Jaj, ide visszadob! Jaj, akkor itt lehet gyakorolni. Ilyen kedves ez a játék, ugye? Valahogyan ennek rá kell érezni a ritmusára. Oké. Oké, ne! És itt is visszaviszi engem ide. Ne! Oké. 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 Ne, pedig ott voltam. Ezt hogy nem találtál? Hé. Akkor kap be. Nagy betűvel bekapatod. Bekapatod nagy K-val.
Meg nagy Y-nal. Ja? Bocs. Csak a final checkpoint. Takarító robottal, gyerekek, party hard van itt már. Oh shit, madafaka. Jó, figyelj. Elterelem mindenkinek a figyelmét, arra menjél, arra nézzél, emelre nézzél, de meg ne csináljál semmit se, jó? Én erre dobom, te arra mész, te erre jössz, én ezt csinálom. Te ezt csinálod, én azt csinálom, te erre jössz, te arra mész. Én ezt töltöm, elintézem őt. És aztán leestem. És hello! Na, remélem mindenkinek teljesen világos volt. És valahol kell lenni egy kulcsnak. Hoppá, ré! Nagyon jó. Tök vicces, hogy nem tudnak ezek egymástól mozogni. Ez a pont az nekem kéne. Úgy, kösz. És mehetünk fejleszteni is. De nincsen kulcs. Ja, ott a kulcs! Azt kerestem végig. Na jó van. Még az a máz, hogy ezek ilyen marhára nem tudnak megfordulni. Na gyere ide. Úgy, úgy. Kösz. És akkor menjetek arra, kérlek. Kösz. Mindenki nagyon ügyesen csinálta a dolgát, és már megint itt vannak ezek a nyomorultak. Nem tanulnak semmiből se. Au. Damn. Oh shit, you're dead. Yeah! Úristen, gyerekek! Uram, Isten! Nem kaotikus ez a... ez a négyes szektor. Ez egy káosz, ez a négyes szektor. De jó értelemben, jó pofa, csak hát... ez a fegyver, ez most nagyon nem kellett volna. Most kereken igazából, hogyha vágatlanul raknám föl a felvételeket, akkor lazán ezt kitenne egy majdnem másfél epizódot. Wow! Jó van. Hát jó van. Hát jó van, haladjunk tovább. Opa, nem, az úgy nem jó. Nem baj. Legalább közelebb kerültem a... fú, ezt a fegyvert tüntessétek el a szemmel. Ne, nem rossz, nem annyira rossz, mint a sniper, csak ahogyan kilövi, az a szörnyű. Jó. Várjunk, 21-es jön? Azt sem néztem meg. Mindegy most már. Ettől a ponttól nekem már minden mindegy. Oh hell yeah! De jól néznek ki napfényben! Oh shit! Octosnipers! Oh shit!
Hát jó van. És rendes fegyverre jöttem. Természetesen ilyenkor nem adom mondjuk a kezembe egy snipert esetleg, az úgy tök jó lenne. Jé, várjunk csak, hiszen ez izé online pálya. Mi nem is? Ez még a Splatoon 1-esben volt benne ez a pálya. Jó van. Ezt ismerem, mint a tenyeremet legalább. Bocs. Mondom, az a fegyver az nem annyira jó, láttam, hogy azt használtad. Lesz, hogy 2-3. Annyira furcsa, hogy ebben a kontextusban látni ezt a pályát. Itt halacskákat kell, zepiseket kell keresgélni. Visszajövök ide a hagymakarika miatt. Jep. Van itt még? Van itt, hogy vissza kell még? Nem kell visszajönnöm ide. Ez bezzeg nem érem el mi. Na. Jó, hát ezt hagyni fogom egyelőre. Ó, még több online fegyver. Bocs, kicsi szívecske. Ó, várjál, mert sniperek nagyon akarnak. Annyi útvonal van itt, hogy nem tudom, hogy melyik úton menjek, de ez biztos nekem az app is kell. Jesszusom, na jó, azokat a snipereket villám gyorsan kell likvidálni. Ez így tűrhetetlen. Jó, na, így találjatok el. Te stupid! Nem hal meg, várjátok, nem hal meg. Jaj! Mi történik itt? Segítség! Help me! Nem, elfogyott a tintem. Hova nézel? Jó, akkor... Sikeresen az ellenfél háta mögé osontunk, pont ahogy én azt úgy szépen elterveztem. Ez egy tökéletesen taktikai mozdulat volt a részemről. Tehát hiába próbáltok meggyőzni az ellenkezőjével, ezt én így kitaláltam. És itt van egy ilyen, amit nem is tudtam, hogy itt van. Ó, hát ez fájni fognak. Hát... Innentől meg dominálok. Előkészítem a terepet. Várjál. Azt hittem, hogy ki tudok lőni valakit. De hát mindegy. Ez igazából... meghaladta azt az eredményt, amit én elképzeltem. Az a helyzet, hogy így megtaláltam ezt, hogy így... tudok mögéjük osonni. Ettől a ponttól nekem ez így nem nagyon... érdekes. Nem nagyon kihívásokkal teli. Ezt angolul úgy szokták mondani, hogy csízeltem egyet. Bocs. Annyira nem szeretem ezeket a optolinkeket lemészárolni így. Olyan aranyos hangjuk van. Hát jó van, hát keresgéljünk tovább. Nagyjából így kitisztítottam a dolgokat. Nem tudom, hogy itt mivel tudnak még engem meglepni. Hello? Bocs. Itt is vannak pontok. Ezt a pályát meg is csinálták a Super Smash Brothers-ben. Annyira király pálya. Jó, nagy amúgy. Ahhoz képest, hogy online. Tehát úgy lépcsőzésre le kell menni, és a harcok pedig itt általában itt lent szoktak történni. Itt amúgy tök jól lehet sniperrel játszani. Tök szórakoztató. Csak hát célozni is kell hozzá. Már hallottam valakit. Így elmegyek érte. Hogy mögén próbáltál osonni. Nem működött. Sajnos nem működött. És
az is bunkó dolog tőlem, hogy ilyen marhára ilyen unottan nyírom ki őket, hogy á, igen, itt van még egy, ó, de kár, ó, őt is elintéztem, ó, hello, szia. Engem jobban zavar az, hogy egy tekercset meg egy upgrade logot nem találtam még, part. Van egy olyan érzésem, hogy én kiválasztottam a legeslegjobb hátraosonási megoldást. Au! Bocs. Mert ez túlságosan hatékonyan intéztem el őket. Túlzottan hatékonyan. Már mindenki izgatott, hogy... Oh shit! Már csak egy hiányzik. Lányok, igyekezzetek. Ez meg hova visz? Ja, mondjuk ott még egy utat kéne bejárnom, hiszen... Fast travel system. Teljesen jó. Akkor menjünk vissza. Egy pillanatra azt hittem, hogy nincsen... talpam alatt semmi. Ah, nem mindegy. Ne! Jó, nem baj. Ja! Aha, vágom már. Akkor azért ne estem le onnan. Na most szórakozol velem. Na most szórakozol velem. Nem rezetölődik össze az egész, ugye? Úgy. Nem baj. Ugorni kell, mi? Új, de menő! Ezért megérte meghalni. Ezért megérte meghalni. Vittó 2019. Én nem emlékszek meg ennyivel. Az egész kolóniát ki akarom írtani. Egy sem maradhat. Itt az Ultimate, itt az Upgrade Holmi. Tekercset kérek meg, és akkor boldog leszek. Akkor már nem fogok több tintát kiontani. Ezen meg megyek vissza, ugye? Tényleg a tekercset meg jól el lehet rejtve. Wow! Ezt a dobozt én néztem? Annyira be van csomagolva itt, hogy úgy érzem, mintha nem néztem volna. Hát nem néztem, de nem is az, amit én kerestem. Hát jó van. Aha, ott is van valami. Oh yes, mit látnak szemeim? Ezt kerestem. Felkapjuk az Epfist. Mehetünk akkor az utolsó pályára, és... Boss. Bosszazunk egyet. Big bosszazunk egyet. Ó, így. Aha, így. Jó van. És nem tudok visszamenni. Yes. Mindig is ezt akartam. Még armort is, hogy véletlenül se hagyjunk itt semmit. Mennyire kínos lett, hogy ide jön egy ilyen kis aranyos Inkling csávó, és az összes Octolink lányot az összes Octolink lányt felszámolja. Ó, ez jól néz ki, ez a kép róla.